Nyílt levelet fogalmazott meg Kertész János fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja az Európai Néppárt frakció vezetőjének, amiben arra kéri a politikust, hogy gyakoroljon nyomást a Fideszre az MTA-t megcsonkító törvényjavaslat visszavonásának érdekében. A törvényjavaslatról várhatóan szerda elszavaz szavaz az országgyűlés. Vendégünk Kertész János. Jó estét kívánok! Jó estét. Holnap reggel másnapra virad így egy kutató, egy akadémikus, CEU professzor? Vagy azért ez már elkönyvelte ön is magában, meg a tudományos szféra is, hogy hát ez így lesz. Megszavazzák. Sok okunk az optimizmusra nincsen. Nagyon eltökértnek látszik a kormányzat. De én úgy gondolom, hogy ebben az ügyben minden szalmaszálat meg kell ragadni, és meg kell próbálni az utolsó pillanatig megfordítani ezt a folyamatot. Azt tudjuk, hogy ez a nyílt levél, amit Manfred Weber neki írt, és még oda is írt az elejére, őszintén, hogy ez egy segélykiáltás, az eljutott a néppárti politikushoz, de azt nem tudjuk, hogy bármilyen válasz érkezett. -e. Ennyi válasz érkezett, hogy megkapták, Igen. és Manfred Weber tud erről az akcióról. És valószínűleg arról, ami az akadémia körül zajlik, az arról nem öntől és a tudóstársaitól tud. Minden bizony. Ebből következik az, hogy nem olyan fontos ez az ügy, mint mondjuk a közigazgatási bíróság, mint mondjuk a CEU ugye, eh, ahol azért tudjuk, hogy a néppárt meg ő személyesen is közbejárt? Én nem gondolom, hogy nem olyan fontos, sőt, ez egy nagyon fontos ügy. Már hogy ő számára. Eh, igazából eh, megítélésem szerint a CEU-nál is fontosabb ügyről van szó, és eh, nem úgy működnek ezek a dolgok, hogyha... A Manfred Webernek az a véleménye, hogy ez egy fontos ügy, akkor ő másnap ezt a sajtóval közli. Vannak más csatornák is, és én változatlan bízom abban, hogy még akkor is esetleg, hogyha ezt a törvényt elfogadja, ezt a törvénycsomagot elfogadja a magyar parlament, még akkor is van játéktér, hiszen éppen a közigazgatási bíróságok példája mutatja azt, hogy vissza lehet lépni. Csalódott abban, ahogy ez az ügy most tart, vagy azért erre számítottak? Én alapvetően eléggé rossz véleménnyel vagyok erről a kormányzatról, és ezért nagyon optimista nem voltam. De azt is meg kell, hogy mondjam, hogy ami történik, és hogyha ilyen véget ér ez a, az ügy, akkor azért az túl az én ö, negatív várakozásaimon is. <síns> Ö, olvastam egy hát jó pár évvel korábbi, talán hat évvel korábbi magyar narancsnak adott interjúját, ahol ö, arról beszélt, hogy egy nemzetközi kutatócsoport a Wikipédia szerkesztésén keresztül matematikai modellt alkotott arra, hogy hogyan alakulnak ki konfliktusok, ezeket hogyan lehet kezelni, és a konfliktusban részvevő szereplők alapján hogyan tudjuk modellezni egy konfliktus végkifejletét. Na most nagyon kíváncsi vagyok, hogy egy ilyen elméleti tudás birtokában a mostani konfliktusról, mit mond, hogy minden szereplő úgy járt el, ahogy az várható volt, logikus volt, mindenki egy eleve kijelölt pályán mozgott, tehát hogy akár eljátszhatjuk azt is, amit Palkovics László elvár, hogy egy alapkutatásnak legyen konkrét haszna. Mert hogy most azért erről beszélünk. Nem lehet egy konfliktus feloldani, hogyha az abban résztvevők szándéka nem ebbe az irányba mutat. Tehát nem akarják megoldani. Ha az egyik fél akár nem akarja megoldani a konfliktust, akkor nem lehet megoldani a konfliktust. Tehát az kell, hogy legyen meg a szándék mindkét oldalon. A Magyar Tudományos Akadémia vezetésének az oldalán ez a szándék jól kimutathatóan megvolt. Számos példát tudok arra mondani, hogy a, az Akadémia vezetése az eredeti elképzelésüktől ami lényegében a korábbi rendszernek a fenntartását jelentette volna, nagyon messzire elment. Ebben a szándék nyilatkozatban amit a miniszter és az akadémia elnöke együtt írtak alá, abban számos olyan pont volt, amiben egyetértettek, és ami egy kompromisszum készségről tett az akadémia részéről tanúbizonyságot. Ezeket a pontokat, lesöpörték az asztalról. Annak ellenére, hogy ezekben egyetértettek. Volt egy olyan pont, amiben nem értettek egyet, ugye ezt Lovász László e, teljesen határozottan kinyilvánította, hogy ő tudomásul vette, hogy a kormányzat részéről van az a szándék, hogy a kutatóhálózatot le kell választani az akadémiáról, de ő ezzel nem ért egyet. De voltak olyan pontok, amikben egyetértés volt. Számomra az nem megmagyarázható, hogy miért kellett ezeket a pontokat is kidobni az ablakon. Nem volt megtévesztő annak a szándéknyilatkozatnak az aláírása, utána Lovász László magyarázkodni is kényszerült, és utána a közgyűlés az ettől ellentétes álláspontot foglalt el. Tehát sokáig úgy tűnt, hogy, hogy a végletekig tárgyal Lovász László és az elnökség, és hogy folyamatosan puhul, 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 és sokan azt hányták a szemére, hogy nem lép fel elég keményen. Én azt gondolom, hogy a magyar nyelv elég pontos, és ha valaki elolvassa ezt a szándéknyilatkozatot, akkor jól érzékelhető a különbség abban a pontban, amivel nem értett egyet Lovász László, és azokban a pontokban, amikben egyetértett, engedett, így is lehet mondani, egy kompromisszum későjelőtt a tanúbizonságot. Magyarázkodni azért kellett, mert félreértelmezték ezt a finom distinkciót, és a, a közgyűlés pedig teljesen egyértelműen foglalt állást, ez igaz, ezzel a szándéknyilatkozatban említett ponttal, de nem megegyezéses ponttal ellentétesen. Az, hogy ezt erőszakkal keresztül viszi a kormány, az egy dolog. Én ezt mélységesen elítélem. Bocsánat, hogy közelítsem, csak pont ezt akartam kérdezni, hogy egyébként hogy lehet úgy tárgyalni, hogy a nem már az elején közli, hogy ja, ha szép szóval nem megy, akkor törvénynek erejével lesz. Nem csak ez volt uh, ilyen uh, megbotránkoztató. Az egész ügy elejétől végig a kormányzat részéről felháborító elemekkel teljes. Kezdve az 54 perces, ugye pont ma egy éve történt, Igen. hogy hogy 54 percet kapott az akadémia a tervezett véleményezésére, az egész zsarolási histórián keresztül a, a, az akadémia pénzével, az állítások ellenkezőjébe fordulásával, és így tovább. Tehát ez, vagy, vagy az akadémia elnökének a megalázásával, vagy erre kísérletemet nem lehet megalázni igazából, mert ahogy ő ezt nagyon helyesen a közgyűlésen említette, a stílus az nem arra jellemző, akivel szemben alkalmazzák, de ennek ellenére hát azt lehet mondani, hogy a Magyar Tudományos Akadémia elnöke jelenleg a világ egyik legnagyobb tudósa. Azok a jelentéktelen figurák, akik ebben a tárgyas sorozatban vele szemben részt vettek. Az, egyik, az egyikük akadémikus társ, pont a miniszter. Az akadémián is nagyon sokféle ember van, nem mindenki akkora tudós, mint Lovász László ezt elhiheti nekem. Ez egy olyan aránytalanság annak, aki tudja, hogy miről van szó, hogy az önmagában is észbontó és felháborító, ami itt történt. Na, de attól még ez lesz? Tehát, hogyha ez, meglépik, akkor. Ez nagy valószínűséggel ez lesz, és ez észbontó és felháborító. Amikor ez életbe lép, az augusztus, mire kell akkor számítani? A tudományban? akár az ön konkrét munkájában mi fog változni a kutatóintézeteknél dolgozók munkájában? Az én konkrét munkában nem sok fog változni, mert az én konkrét munkám a CEU-hoz kapcsolódik, és minket már korábban elüldöztek innen, úgyhogy mi arra fogunk készülni, hogy Bécsbe költözünk. A kutatóintézetek munkájában változások állnak be, ez nyilvánvaló. Én azt gondolom és remélem, hogy mindenek előtt egy alkotmánybírósági eljárás fog kezdődni. Mert ez a törvény tervezett, és a törvény lesz belőle, akkor ez a törvény, ez több ponton az alaptörvénynek ellentmond. Ellentmond az alaptörvénynek a tudományszabadság és az MTA-szabadság, az MTA-szabadság explicit benne van a, az alaptörvényben, ezeknek ellentmond, és ellentmond a tulajdonhoz való jognak. Mert hogyha nem is veszik el az akadémiától a tulajdonát, korlátozzák a tulajdon jogának a gyakorlásában. És mit érek avval, hogyha van egy ingatlanom, hogyha nem engedik, hogy benne lakjak? Én ezekre számítok elsősorban. Ami a kutató munkát illeti, azt nem tudjuk. Hát ez is a dolog ez tartozik, hogy soha senki nem mondott érveket amellett, ami most következik. Ez az egész konstrukció nincs kifejtve, Semmiféle hatásvizsgálat nem történt. Itt egyszerűen a, az akarat, a voluntarista politika, az rákényszeríti magát Lehet, a tudományos életre. Hogy egyszerűen a túlélés érdekében a kutatók meg fognak felelni annak a palkovicsi elvárásnak, ami a mai közleményben is van, hogy legyen több magyar szabadalom, legyen több magyar találmány, kézzelfogható haszon. És lesz. Nem így működik a tudomány. Először is abban az idézett közleményében a minisztériumnak az áll, hogy csak olyan tudományt lehet művelni, ami a magyar lakosságnak gazdasági hasznot hoz. Hát én ezt egy teljesen észpontú dolognak tartom. Ugye először is számos olyan tudomány ág van, aminek a léte alapvető nemzeti érték, érdek, ilyen például a történettudomány, ilyen a bölcsészettudomány egésze, ezektől gazdasági hasznot várni nagyon nehéz, hát ott van az is, hogy, hogy társadalmi hasznot lehet tőle várni. Én attól tartok, hogy ez arra hajaz ez a kielentés, hogy a kormány érdekeinek, szándékának megfelelő Társadalom és tudomány eredményeket kell hozni. De nem működik ez a természettudományokban sem. Ez nem úgy van, hogy egy kutatónak megmondják, hogy jó, most eddig alapkutatást végeztél, hogyha fizetést akarsz kapni, akkor holnaptól szabadalmakat kell csinálnod. Ez nem, nem működik így. Persze azt is lehet, hogy ezeket a kutatókat szélnek kereztik. És, Ez mennyire van benne a pakliban? Ez mennyire konkrét egzisztenciális veszély most a... Tekintettel kollégian. arra, hogy a minisztérium, a kormányzat nem volt hajlandó uh, nyíltan beszélni a szándékairól, ezt nem lehet tudni. Ugye a Palkovics miniszter elejtett a lépcsőn ősszel egy megjegyzést, hogy a közgazdaságtudományi intézetet be kell zárni. Uh -huh. uh, ilyeneket lehet tudni. Nyilván azért gondolta ezt, mert a Közgazdaság Tudományi Intézetben olyan tanulmányokat készítenek a kollégák, amelyek neki vagy a kormányzatnak nem tetszenek. Tehát ilyen alapon elbírálni a tudományos teljesítményt, ez teljesen megengedhetetlen. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött. Jelen. Még egy pillanatig maradjon, mert gyorsan átadom a szót Simon Andrásnak, aki ad egy kis ízelőt, ízelítőt a híradóból. Egy Szia. pillanat alatt átveszem. Szervusz, ami jó estét kívánok! Gyerekeket szállító busztért baleset taktaharkánynál. Az eddigi jelentés szerint 10 gyerek és három felnőtt sérült részletek a híradóban. És nekünk reagál majd a BKV vezérigazgatója arra a hírre, mi szerint a vállalat 11 utasszállító kishajójából 10-nél 10 problémákat talált a biztonsági átvizsgálás részletek fél tízkor számítok Önökre. Nézzék, tehát a Híradót köszönjük szépen az ajánlót, de most előtte Jakubság Gabriella műsorát, holnap este pedig szintén én várom Önöket. Szép estét!